KDNP-sként a Fidesz kongresszuson lenni, nem olyan, mint névfrontosként az MSZNP kongresszuson? Nem, én Fidesznek is tagja vagyok. Mit gondol, hány volt kommunista van a Fideszben? Én szerintem akad. Ön is minden az? Pártban akad. Ön is például? Hát én például belettem léptetve, nem akaratlagosan, hanem a munkahelyi főnökön beléptetett, de egy pillanatig se éltem át, hogy ott vagyok. Belengedte nem olyan régen, hát egy vagy két évvel ezelőtt, hogy forradalmasítani fogja a tudományt, az energiacellával. Hát remélem. De ez most mi a helyzet? Ez még egy tervben lévő projekt? Hogy? Nagyon komoly. És hol dolgoznak rajta? Na ezt nem fogom elárulni, mert oda fognak menni. Mert itt van az országban? Most már az országban van, igen. És eddig szerintem az országban? Nem, eddig volt ez Olaszországban, Spanyolországban, sőt még Romániában is voltak bizonyos több fejlesztésre volt. Mit gondol arról, hogy külföldiek mégiscsak vásárolhatnak földet Magyarországon, mint olyan vásároltak és a kormány ígéretével szemben? Azt tudom megismételni, amit a miniszterelnök úr elmondott. Olyan szabályrendszert akar a kormány működtetni, ami kapcsán külföldi magánszemély Magyarországon nem vásárolhat földet. A végső szót majd, amikor a tulajdonjogát bejegyzik, akkor lehet. Tehát elképzelhető az, hogy valaki megszerzett egy földet, de az nem lesz az övé? Olyan szabálynak kell lennie, amely szabály lehetetlenné teszi, hogy bármilyen kiskaput kihasználva külföldi Magyarországon földet vásárolhasson. Hát hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást, hogy már vettek, és most gondolkoznak azon, hogy legyen valami? Minden szabályrendszer úgy működik, hogy amikor egy szabályrendszer elkezdenek alkalmazni, és a szabályrendszer alkalmazása az rávilágít a szabályrendszernek a pontatlanságára, akkor működik helyesen egy döntéshozatali rendszer, hogyha onnantól kezdve ezekre a diszfunkciókra reagál. Új szakállviseletről szeretnék valamit kérdezni. Ez szimbolizál valamit? Nem tudom, amikor egy-másfél éve elkezdtem növeszteni, már nem emlékszem, hogy mi volt az indoka, de nem szimbolizál semmit egyszerűen, nő magától. Határozottan ilyen kosuti nem, ilyen babérokra kell. Nem tudok, köszönöm szépen. Mire emlékszik legszívesebben a beszédekből? Nem szeretnék iratkozni. Miért nem? Hát itt a kongresszusok örömünnep. Nem szeretnék. Nem félt eljönni? Hát ilyen nagy tömeg. Mostanában ilyen terrorveszélyes időkben ez ilyen terrorista mágnes, nem félt ilyen nagy tömegbe eljönni? Nem. Nézze, én Párizsban is voltam. Két héttel ezelőtt, és ott sem féltem. A kitűnő tehetségek nagy része belépett a pártba, hogy érvényesüljön. Most nem ez a helyzet? Mindig ez a helyzet. Ön is azért lépett, hogy érvényesülhessen? A Fideszben? Nem, hidd. Hogy ráadásul ilyen jó kedvbe találtak, hogy még erről a témáról is szívesen. Tehát nyilván ez mögött azért van valami, hogy ilyen jó kedvűen nyilatkozom erről. Na micsoda? Már hát, itt eredmények? Hát, igen. Valamit azért mégis mondja. Á, már így is túl sokat mondta. Dehogy is igazából. Ezt is már úgy föl fogja kapni a sajtó, hogy így se kellett tudom mondani. Ki vett már földet külföldiként, az egyáltalán nem biztos, hogy ezt meg is vette és meg is tarthatja. Jól emlékszem, a számra 9 ilyen magánemberről van szó. Világos és egyértelmű volt a szabályrendszer. Magyarországon külföldi nem vásárolhat földet. Hogyha jelenlegi szabály ennek még oly szűk körben, de a kikerülésére lehetetlen, vagy lehetőséget teremt, akkor nyilvánvalóan ezt a kiskaput is be kell zárni. El fogják veszteni, ez a 9 ember el fogja veszteni a földjét? Senki, aki külföldi Magyarországon földet nem fog tudni. Tehát el fogja veszteni a földjét? Még senkinek a tulajdonjoga nincsen beegyezve. Külföldiek földszerzéséről akkor mi gondol? Nem szeretnék nyilatkozni. Azt kérdezte, hogy én számításból léptem ebbe a Fideszbe. Erre én azt mondtam, hogy nem, hitből. És ezt azzal bizonyítom a maga számára, hogy én akkor léptem be a Fideszbe, amikor éppen elvesztette az első ciklust, ez nekem 4 darab állásomba került. Nagy ritkán, amikor előfordul, hogy a KDNP-nek külön álláspontja van, akkor ezt én osztani szoktam, és ezt követem. Mi volt a legutóbbi ilyen, amikor külön álláspontja volt a KDNP-nek? Szavazásra nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára ilyen, de mondjuk a KDNP kezdeményezte a Szabad Vasárnapnak a programját. Ki tudná kapcsolni a gravitációt itt a teremben? Itt most még nem. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz esetleg egy új, még az ön életében egy új párt, amikor majd ön irányt vált, mert az érdekei úgy kívánják? Nagyon rossz a kérdés. Tudja milyen? Az elég következik abból az ön pályájából eddig. Nem. Tudatlan és meg szemtelen is, úgyhogy ne haragudjon, hisz nem.